a betakarítást, lezárva ezzel a mezőgazdasági évet. Eleink a tűz angyalának napján mászkaközeket gyújtottak, jelezve a kinti legelőkről hazatérő útját, és azt, hogy hamarosan a nyáj és a pásztor is megpihenhet az otthoni világban. Néhány nap fordulónál a parasztkalendáriumban a terménnyel és az állatokkal való elszámolás után az igazság 40 napos ideje kezdődött el. Ez a kis farsang ideje a nagy őszi vásárok, lakodalmak, szüreti bálok időszaka, amikor borszűrő Szent Mihály segedelmével még az új borz is kiforr. Az öröm ünnepek sora veszi kezdetét, mert ilyenkor mindenki oda találkozik. A nagykunságban így kisújszálláson sem volt szokásos jelzőtüzet, őrtüzet gyújtása. Sőt, a településen a szabad tűz gyújtása, kivétel a disznótor esete, tilalmazva volt. A házak nártedősek voltak, a kerítések nádból, rőzséből, fából készültek, így igen nagy volt a tűzveszély. A tűz jelzésére állandó tűzőrök voltak a toronyban, és a városjáró őrök éjszaka is figyeltek a tűzre. Ismert volt a Szent István napi tűzgyújtás, amikor a tavasz váró fiatalok a hamvazó tüzet átugrálták, hogy annak parazsa űzze el a betegséget, tegye egészségessé, frissé a fiatalokat. A tűz használata a pásztoroknál volt általános. Szent György naptól, április 24-től, Szent Mihály napig, azaz mai napig, szeptember 29-ig a pásztorok a szabadban éltek, az állatokat őrizték. Ők a pusztán, a legelőn minden nap tüzet gyújtottak, vagy a főzéshez, vagy hűvös napokon a melegedéshez. Ismert Arany János toldiából a szép hasonló. Mintha pásztor tűz ég őszi éjszakákon, messziről lobogva tengertisztaságon. Nos, kisújszállás határában és a távoli kecskés pusztai Bortobágyi legelőn is sok-sok pásztor tűz égett. Különösen így Szent Mihály napján éjszaka. Ma egy tűzgyújtással emléktűzzel emlékezünk a pásztorőseinkre, és a program szerint nemzeti összetartozásunkra is. Hát akkor gyújtsuk meg ezt a tüzet, és ezt követően énekeljünk. I'm gonna